Létezik, mint sport, nem is akármilyen sport, olimpiai sportág, a koronglövészet, de létezik ennek vadászokra adaptált változata is, a vadászkoronglövészet önálló szövetséggel. Ám az egy picit más, mondhatni könnyebb, hiszen a lelövendő korongok nem olyan gyorsan és jóval közelebbről érkeznek, mint az abszolút versenysportnak tekinthető koronglövészetben, annak egyik változatában, a skeetben. De művelőinek, a vadászoknak ez is feladja a leckét. Sokan közülük egyáltalán nem tesznek próbát imigyen lövő, illetve célzó képességről, de egyre többen vannak, különösen a fiatal vadászok között, akik hajlandók elmenni nem csak egy-egy versenyre, gyakorolni is hétközben, mert ennek pozitívumai előbb-utóbb visszaköszönnek sikerélményben a hétköznapi vadászatban. Az egymás közötti megméretés, a vadászkoronglövészet versenyei pedig érdekesek, hangulatosak, jelzésértékűek az egyén számára. Mint például a Magyar Kupa országos versenysorozat idei újabb bonyhádi fordulója is az volt. Egy bajai vadászházaspár férfi tagjára nem lehetett nem odafigyelni. Mind a 25 lövése ugyanis telibe kapta a piros korongot. Rajta kívül legfeljebb ketten-hárman voltak képesek ezen a napon az egész versenyen 100%-os teljesítményre, a kezdők, az amatőrök, a juniorok, a felnőttek, a szeniorok és a 65 év feletti veteránok több mint 500 vadász fölvonultató mezőnyében. Én azt mondom, hogy nagyon nagy szerencsém volt. Tehát szerencse is kell hozzá, és nagyon oda kell figyelni. A szélre mindig nagyon oda kell figyelni, egy kevés most is jelen volt. Nagyon sok jó lövő ezen szokott úgymond elvérezni, hogy pont akkor süt, mikor a szél megemelés lő egy alacsony neki, vagy éppen lenyomja a korongot és lő egy magasat, nagyon be tudja folyásolni. Most a széljárás nekem kedvezett, azt tudom mondani. Jó a társaság, azért szeretünk ide járni. Közelebbi korongok vannak, nekünk ez jobban fekszenek, mint a messzebbi korongok. Jó hangulatba telik mindig. A mezőny egyébként itt Bonyhádon is fölvonultatta a legjobbakat. A távolság, az utazás nem számít, nem akadály. A bonyhádi pálya remek fekvése, nyugalma, az általuk biztosított versenykörülmények évek óta ide vonzák a vadászkorongozókat, ami okkal tölti el büszkeséggel a rangos Magyar Kupa fordulónak már nem először otthont adó Bonyhádi Sportlövészklub vezetését. Békésebáról vannak, akkor Debrecenből jó páran, Egerből, Budapest környékén jó páran, akkor Székesfehérvárosokkal jöttek, meg akkor Győrből is jöttek az egy páran, és itt a Tolna megyéből is. A mezőnyben ott volt most is a Tolna megyei vadászok hírnevét öregbítő, hőgyészi lövő Pál Ferenc és az ex-hőgyészi Junkusz József is, akik országosan is hosszabb távon már a legjobbak közé tartoznak saját korcsoportjukban a vadászkoronglövészetben.